Hello, szevasztok újra! Na, mai nap megnézzük az Everspace című játékot, ami egy indie alkotás, egy német fejlesztő csapat rakta össze, a Rockfish Games. Róluk röviden tömören annyit érdemes tudni, hogy egy olyan német banda, akiknek konkrétan ez volt a legelső PC-s játékuk. Mert ők bő 10 éven át kizárólag mobiltelefonokra fejlesztettek játékot, és ez volt a legelső komolyabb, mondhatni komolyabb alkotásuk. Ezt még Kickstarteren kezdték el. Volt egy Kickstarter kampány, az sikeres lett, és 2017-ben jelent meg a játék, úgyhogy 17 májusában, lassan 4 éves lesz. Most picit az zenén még visszaveszek, így. A játéknak van egy, most találkoztam egy igen kellemetlen problémával. Van egy technikai problémája. Konkrétan a technikai beállításokat, hang és grafikára vonatkozó beállításokat nem menti el úgy, hogy a következő indításnál az legyen érvényben, amit beállítottál. Ez az minden indításnál újra be kell állítsd a ízlésed szerint a dolgokat. Mint például itt is maximális grafikán fog menni, de a technikai tesztelés során én ezt a kettőt értelemszerűen kikapcsoltam. Ezek ki voltak kapcsolva. Most elindítottam megint a játékot, hogy megmutassam nektek is, hogy miféle játék ez. Igen, miért elfelejtem, ez egy first play. Soha életemben nem játszottam Everspace-el, soha. Nekem ez totál új. Annyit tudok róla, hogy ez egy űrben játszódó shooter, lövöldözős, ilyen űrlövöldözős téma. És miután én tavaly végigvittem a Starlinket, a Starlink Battle for Atlas, az is egy űrlövöldözős kaland volt, és miután az nekem nagyon-nagyon tetszett, így kíváncsi vagyok erre is. Természetesen ezt a kettő cuccot itt kikapcsoljuk, hogy maximális képminőséget kapjunk. Na! Igazán el akartam mondani mindent, szerint amit el akartam, azt elmondtam. Ja, igen! Mivel német fejlesztő csapat, talán nem meglepő, hogy van hozzá hivatalos német szinkron is. Úgyhogy teljesen német nyelven fog menni, értelemszerűen. A játékkal körülbelül 10-15 percet játszottam, mivel le kellett ellenőriznem, hogy hogyan fut. Hát kellett a tesztelés, mert Unreal Engine 4-ről beszélünk, és ezzel a motorral én nagyon nem vagyok jóban, ugye? De előjáróban annyit, hogy végre egy olyan csapat, végre egy újabb olyan csapat, akik normálisan voltak képesek használni ezt a motort. A tesztelés alatt a játék abszolút tökéletesen futott, betonstabil 60 FPS-sel, és remélem, hogy ez így is fog maradni. Ez rendkívül ritka az ilyen motorra épülő játékoknál, de nézzük is. Igen, itt lehet választani, hogy belső nézetet akarsz, tehát akarod látni a kokpitet, tehát a műszerfalat, vagy külső nézetet szeretnél. Én a külső nézetet preferálom, én azt szeretem, főleg mert Starlinkben is csak az volt, de alapból is, hogyha ugye, mint autós játékoknál is, hogyha külső kamerát használsz, sokkal-sokkal többet látsz a játékból, a pályából, mert pályából itt ugye űrből, úgyhogy mindenképp külső kamerát fogok használni. Ó, igen, tényleg, még egy nagyon fontos dolog, amiért megakadt a szemem ezen a játékon. Megnéztem a Steam adatlapot, meg a Kickstarter kampányt, és a Steam adatlapon a fejlesztők kiemelték, hogy ezt a játékot mindenképp egérbillentyűvel érdemes ajánlat játszani,
Tehát, hogy ez ugye nagyon PC-s, olyan szinte PC-s játék lett, hogy kontrollert annyira nem ajánlják. Úgyhogy, ha mondom, hát akkor mindenképp rá kell nézek. Ezek után már mindenképp rá kellett nézek, úgyhogy nálam előnnyel indul ez a csapat, ez a játék. Mondom, nem tudok róla még semmit. A műfaj tekintve azt írták, hogy valami roguelike, mit tudom én, fingom sincs mit jelent, nem tudom, hogy mit jelent ez a kifejezés. De ja, írták science fiction, shooter, üdlövöldözős, úgyhogy miért ne? Próbáljuk ki. Na most, mivel túl sok üdlövöldözős játékkal eddig nem játszottam, csak a Starlinkkel körülbelül, így kizárás alapon ahhoz fogom hasonlítani. Még ha nem is túl fair az összehasonlítás, abból a szempontból, hogy ugye az Everspace-t egy viszonylag kis indie csapat csinálta, míg a Starlinket az Ubisoft, tehát azért az erőforrások tekintetében van egy kis különbség, de na mindegy. Invertálva. Felvendően kontroller... Ja, felvendően ez kontroller, tehát ez egy kontrollerre vonatkozó kérdés, lényegtelen. Mit mir stimmt was nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Es gab einen Streit. Ich stand ihren Plänen im Weg. Ich wurde festgehalten. Unter Drogen gesetzt. Wer ist das? Ich konnte entkommen. An mehr erinnere ich mich nicht. Ich muss Antworten finden. Pilot benötigt initiales Training. Automatische Assistenz wird aktiviert. Bitte warten. Assistenz? Ich schätze, ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Na, tehát emlékezett kieséses főszereplőt kell irányítanunk, ez itt az űrhajónk. Amúgy szerintem tök jól néz ki az a hajó. A játék grafikájáról annyit, hogy ugye Unreal Engine 4 a motor, és YouTube-on láttam több videósnál, hogy aki foglalkozott ezzel a játékkal, ott szinte mindenki azt hitte ki, hogy mennyire szenzációsan jól néz ki. Ezt is figyelembe fogom venni majd a saját értékelésemnél. Erősen kétlem, hogy a Starlinket le fogja körözni, de majd meglátjuk. Na, tehát, igen. Itt látjátok is, hogy az irányítást, hogy mi az alapértelmezett billentyűkiasztás. Egérrel irányítjuk a kamerát, illetve hogy merre szeretnénk irányítani a hajót. De várja, ezért kikapcsoltam a kamera shakinget, mert az úgy nagyon-nagyon nem jó. Nem. Ezt is elfelejtette a játék, ezt egyszer már beállítottam, hogy ugye vannak ezek a kamerarászkódás effekt. Na, ez az. Kamerarászkódás effekt, hogy hát mindenki tudja, hogy milyen az, viszont hála jó Istennek a fejlesztők voltak annyira kedvesek, hogy ide is raktak egy opciót a menübe, hogy ki lehet teljesen is kapcsolni, vagy csak a nagyon-nagyon fontos dolgoknál használja. Én most a nagyon fontos dolgoknál fogom csak engedélyezni. Ami azt jelenti, hogy például boostolásnál, tehát mondhatni turbó, tehát így most ne rászkódjon, most nem is rászkódik a kamera, most ezt kikapcsoltam. De alapértelmezetten, hogyha így nyomom a turbót, akkor így össze-vissza rászkódik a kamera, mint egy mérgezett egérre. Borzalmas. Alapból gyűlöm a rászkódó kamera effektet, szerintem nem sok értelme van. Viszont, hogyha mondjuk a játékos egy óriási nagy pofont menj el, mint tudom, rajta a rakéta vagy ilyesmi, de lehet, hogy akkor mondjuk hasznos egy ilyen visszajelzés. Mondjuk segít érzékelni, hogyha túl nagy pofon kap a játékos. Néhány játékban mondjuk, ja, nem olyan rossz. Na, itt vagyunk egy naprendszerben.
és nekünk arra kell menni. Tehát most veletek együtt fogom, próbálom megtanulni a játékot, jó? A játék legelejét ezt az első egy-két ugrás megcsináltam. Das klingt einfach. Pulse Laser, várja. Na most itt úgy működik, várja. Fönt van négy ikon, az első kettő azok az elsődleges fegyverek. Pulse Laser, Leichter Rakéta, könnyű rakéta. Az egyes, kettes, hogyha lenyomva tartod a fegyvernek a gombját, most lenyomva tartom az egyest, mert csak akkor jelenik meg ez a körmenü. Itt lehet váltani, látod? Pulse Laser és Gatling. Hogyha elengedem, akkor Gatlingre vált, látod? Lenyomom a kettest, akkor a rakéták közül lehet válogatni. Most megint lenyomva tartom a kettes billentyűt, csak akkor lehet itt váltogatni. De hát most nincs másfajta rakétám, úgyhogy, já. Na most. Igen. Uhuuu. Die nächsten Ziele haben Schilde. Benutze zuerst den Pulslaser, diese auszuschalten. Wenn die Schilde unten sind, kannst du mit der Gatling größeren Hüllenschaden zufügen. Okay, verstanden. Ja. Beste Primärwaffe. Igen. Röviden lenyomod a fegyver számát, akkor is átvált, látod? Gatling, Pulse Laser. Na most, bizonyos ellenfeleknek van shieldjük, pajzsuk. A pajzsot Pulse Laserrel lehet gyorsabban leszedni, Gatling is le tudja szedni, csak lassabban. Minden fegyvernek van shield damage-e, tehát shield pajzs sebzése, és olyan sebzés, ami a karosszériára vonatkozik. És azért ajánlja most nekünk a játék az elején, hogy a Pulse Lasert használjam a pajzsnak a szétszedésére, és utána a Gatlinget, hogy a karosszériát minél gyorsabban szétdaráljuk. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tud a Pulse Laser. Először a shieldet szétszedjük, hol vagy? Ez a rakéta ott! Annak a shield jelent van. És annak is lent van. És most jöhet a Gatling, vagy... Opa! Verwende Raketen gegen die nächsten Ziele. Raketen. Schalte ein Ziel auf, damit die Raketen es ansteuern können. Így van, a középső egérgombbal, vagy egérgörgővel nálam, itt be lehet mérni, és ilyenkor a rakéta betalál garantáltan. Es scheint, als wärst du bereit für die nächste Stufe. Ich habe eine Sprungmarkierung erstellt. Visiere sie an, den Orbit zu verlassen. Nach jedem Sprung muss dein Sprungantrieb abklingen. Sobald für einen weiteren Sprung bereit ist, werde ich ein neues Ziel erstellen. Na igen, most jön a ugrás, hogy mondjuk, hiperűrugrás, na mindjárt látni fogjátok. Bemünk egy féregjukba. Ott feltöltődik a ugráshoz szükséges energia. És most tudunk ugrani. Cak! Ott a féregjárat. És akkor van itt egy szektor térképünk, ahol azt látjuk, az első szektor, nehézségi fokozat közepes, és jelenleg itt vagyunk, itt bal szélen, és két helyre tudunk ugrani, ide vagy ide. Pozíció unbekent, az rizikó, stumtól. Igen, volt egy szektor szkenner, azt lehet majd később fejleszteni. Az arra lesz jó, hogy megmutatja különböző helyeken, különböző zónákban a veszély nagyság, veszély szintjét, tehát hogy mennyire nehéz ez a szektor, gondolom. És akkor majd Nanobot, Altmetal, az inventorink, ugye?
Üzemanyag, Drive-Stop 75, igen. Majd pénzt is kell gyűjteni, nyersanyagokat. Na nézzük, szerintem menjünk ide. Most igazából szerintem mindegy. Totál mindegy, és akkor F-et nyomunk. Úgyis még csak tutoriában vagyunk, oktató módban. Wie du an deiner Treibstoffanzeige erkennen kannst, wurde bei dem Sprung eine beträchtliche Menge Treibstoff verbraucht. Du solltest versuchen, deinen Sprungantrieb vollständig aufzufüllen. In der Nähe ist ein Asteroid, der abgebaut werden kann. Schieße darauf, um Treibstoff zu extrahieren. Boah. Ah. Nice. Not bad, not bad. Ez amúgy nem a Föld, mert ugye tudjuk, hogy a Földnek nincsenek ilyen gyűrűi. Aztán vannak sziklák, oda kell mennünk, arra felé. Bizonyos sziklákból lehet üzemanyagot nyerni, és most pont ezt kell tegyük, látod? 75, ti ezt látjátok egyébként jobb oldalon fenn, csak én nem látom, mert a rögzítő szoftver kezelő felülete azt kitakarja. De időnként, ha megnyitom ezt, akkor majd itt, én itt látni fogom, hogy mennyi üzemanyag van. 75, ezt fel kell tornáztunk 100-ra, ahhoz, hogy tudjunk ugrani majd még egy ilyet, mint az előbb. Írja is, hogy töltsd fel a üzemanyagot, hát, oké. Okay. Várj egy picit, nézzünk már egy picit még körbe itten. De egyébként nagyon hasonlít ez a bolygó a Földre. Lehet látni, ez is ugye van rendes légköre, felhőrendszer, rengeteg víz, meg szárazföld is van. És mintha a szárazföldön feltétlenül az világítás, tehát hogy ez egy lakott bolygó, de ez nem lehet a Föld, ugye? Ugye a gyűrűrendszer miatt. Elindulunk erre. Amúgy az irányítással semmi gond nincs, teljesen jó. Azt egy picit meg kell szokni a játékosnak, de szerintem ez minden ilyen űrbe játszódó játéknál így van. A Starlinknél is így volt, hogy amikor elmozgatod a célkeresztet, akkor van egy egész picike delay, kis késéssel követi az űrhajó. Tehát nem... Látod? Lehet látni, hogy a kurzort arra viszem, kell egy kis idő az űrhajónak, mire oda tud fordulni. Ezzel szerintem semmi gond nincs amúgy. Na, ezt itt... szét kell szedjük. Ja, és lehet az űrhajóval emelkedni, ez a space, így felfelé, süllyedni pedig a control. Ez az. És ha én ezt megküldöm egy rakétával... Ott van Treibstoff, Ostanik, Amgebaut. Na, fel is töltöttük a témát. Nem, még nem. Most. Das sollte genügen. Stets ausreichend Treibstoff dabei zu haben, ist im Cluster überlebenswichtig. Bevor du den Orbit verlässt, solltest du die Gegend nach Rohstoffen absuchen. Igen, miért elhagyjuk ezt a szektort, még kellene keresni némi nyersanyagot. Nyilván itt a játék elején a játék nekünk segít, de feltételezem, hogy később már nem fogja így nekünk kijelölni, hogy mi hol merre. Vagy nem tudom. Majd meglátjuk. De amúgy egész jól néz ki a játék. Csak az, hogy nem vagyok tőle annyira így elámulva, mert én végigvittem ezt Starlinket, és az azért hozzá ezt a szintet. Ich habe in einiger Entfernung einen Container registriert. Ugye a Snowdrop Engine azért mégiscsak fényévekkel fejlettebb egy Unreal Engine-nél, úgyhogy... ja. De tényleg nem csúnya a játék, egyáltalán nem csúnya. De hát sokat még én sem láttam belőle, ez a második szektor, amit láttam eddig. Tech Container.
szét kell szedjem, ugye? Rohstoffe. Und eine Waffe, aber du hast keinen freien Platz, um sie einzubauen. Entscheide selbst, ob du sie einbauen oder recyceln willst. Oh. Na, van ugye inventorink. Szedd csak ezt fel. És akkor itt van, hogy nincs több fegyver helyünk. Ezért kidobta ezt a képernyőt, hogy le akarom-e cserélni az aktuális pulzlézert, vagy recycle az azt jelenti, hogy a cucc, ami jobb oldalon van, tehát ami az űrben van, azt elemeire bontod, és ebből nyersanyagot kapsz. Én viszont, ugye, ami most van a ilyen impulzus lézer, impulzus fegyver, most felszedtünk egy egy másik lézerfegyvert, ami lézernyalábot lő, folyamatos lézernyalábot, ami viszont lehet is látni, hogy karosszéria sebzésnél jóval erősebb. Úgyhogy én ezt kicserélem. Ezt látod? Most kicserélte? Ausgerüstet. Ez van most a hajómon, ez van felszerelve. Im áll, azaz ez van az űrben. Úgyhogy arra pedig nyomunk egy R betűt. Látod? Pulse Laser Recycle, kapok érte 4 altmetált és 2 darab ércet. Menjen! Ein Outlaw-Schiff springt in den Orbit. Es wäre ratsam, deinen Waffenbooster zu aktivieren, um besser vorbereitet zu sein. Waffenboost. Igen, also das R. Es wird deinen Waffenschaden beträchtlich erhöhen. Das hört sich doch gut an. Hallo. Rohstoffe sind wichtig für das Bauen und Modifizieren von Ausrüstung. Alter. In dieser Gegend scheinen unsere Möglichkeiten jetzt aber erschöpft zu sein. Ich schlage vor, weiterzufliegen. Most benyomtam a Waffenboostert. Lehet fönnlátni, az a harmadik kategória, az R betűvel lehet aktiválni. Ez ideiglenesen, láttatok pár másodpercig, gyakorlatilag megemeli a fegyvereinknek a sebzését. Jóval nagyobban sebeznek úgy. És van egy Shield Booster, ugye az pedig a pajzsunkat növeli. Na de, itt egyelőre végeztünk. Amúgy tényleg le a kalappal a Rockfish Games előtt, hogy ilyen motorral, ilyen nagyon betonstabil 60 FPS-t hoztak össze. Nagyon szépen fut a játék amúgy. Úgyhogy respect a német csapatnak. Ugrás! Oda tudunk ugrani, itt vagyunk most, látod? Itt vagyunk most, és akkor 1077 pénzem van már. Igen, most felszedtünk ilyeneket. Itt lehet látni az inventorit. Ezből van 2. Ide is tudok? Ne? Ah, nem. Mert ott nincs közvetlen összeköttetés. Aha, értem már. És akkor ide. Jó, hát akkor menjünk. Ugorjunk. Ebben nehézségi fokozat ugyanúgy közepes. Und was ist jetzt meine Aufgabe? Dein Ziel zu erreichen. Und wo liegt das? Es ist noch weit weg. Du wirst es besser verstehen, wenn wir dort sind. Etwas klarere Antworten wären mir lieber. Energie. Boosten, Primärwaffen abfeuern und Module benutzen verbraucht Energie. Igen, tehát minden, gyakorlatilag a fegyverek, a turbo, tehát a boostolás energiát használnak. Beálltad eine Energieleiste. Unter dem Fadenkreuz im Auge. Es könnte hilfreich sein zu warten, bis die Energie wieder voll aufgeladen ist, bevor du dich in den nächsten Kampf stürzt. Igen, hogy nem árt egy picit szemmel tartani az energia mennyiséget, az ott van fönn, na mindjárt. Minden sifolzsányt zum Stehen erhöht, sich die Aufladungsgeschwindigkeit. Aha, jó, tehát ha így teljesen megállunk a hajóval, akkor sokkal gyorsabban töltötik fel az energia. Ez ott van a bal felső sarokban a kék. A piros pedig értelemszerűen a hajónak a HP-ja. Zó, harmadik szektor. Oh, az ott micsoda? Azért is nagyon kíváncsi vagyok, ugye említettem. Nagyon kíváncsi vagyok erre a játékra, mert kíváncsi vagyok a Starlinkhez képest, ez milyen élményt fog nekem adni.
ez itt... Öcsém! Outlaws. Mit csinálsz? Ein Haufen Kriminelle, die sich um die Glasung des Himmels angeschlossen haben, welchen haben sie Feindstuhl, illegale Materialien, die Batterien, Notstühle, Schiffe, aus. Vielleicht haben sie was Brauchbares dabei. Nem jó. Azt szedik az életemet ám. Oh-oh. Nyugodjatok már meg! Ich sehe, dass du dich verbessert. Ich gewöhne mich langsam dran. Igen, kritikus a... Az volt a szín... Kám felállózt a buszon, és elmény a behém. Nanobot! Nanobotokkal lehet megjavítani a... Meghaltam. Welcome to Everspace. Most már értem, hogy miért írták azt a Kickstarter oldalon, hogy a játék nehéz lesz. Ez jó, a tutoriában már meg is haltam. Ez kemény volt. Igen, ez a gond, hogy ugye a punch boostot kellett volna benyomni, látod? Na, várjál, még egyszer, cerucum hangár. Vissza a hangárba. Miért a hangárba? Upgrade verfügbe. Lass mit einem lesson clone genügend credits verdient, um die ein neues upgrade kaufen zu können. Ja igen, jó, most már ezt is értem. Igen, a Kickstarter oldalon, amit nem is értettem, el sem tudtam képzelni, hogy ez miféle design. Azt írták a fejlesztők, hogy ez egy olyan játék, ahol a játékos garantáltan nagyon-nagyon sokszor fog meghalni, viszont a halál ebben a játékban gyakorlatilag, hát hogy is mondjam, a játék megjutalmazza, hogyha meghalsz. Soha életemben nem találkoztam még ilyen játékkal. Nem értem, hogy milyen fejlesztő agyában pattanhat ki egy olyan nyakatekert logika, hogyha a játékos meghal, azt megjutalmazzuk. Tehát, hogy ezt én nem tudom összerakni fejben. Mindegy, ez a játék így működik. Itt lehet is látni, ugye, hogy az előző énünk az egy klón volt. És akkor... Shattered Fighter Upgrades Fry. See the smile when doing a my love status. The nicht ausgegebenen credits verloren gehen. The ransom immer alle aufzugeben. Aha. Aha. Tehát, hogyha egy adott pilótával megszerzel adott mennyiségű pénzt, és az a pilótával meghalsz, megmurdál, akkor, és ha nem adott kifejlesztés, akkor az a pénz úgy elúszott. Remek, 1077 pénzünk van, és akkor itt a hajónk. Oké. Kritis a trefel, sonszok kritis a trefel, sárnos trefel, nanobot efficiens. Ancentusíti a moduled, itt a shift mit fűrünk kem, shattered gadget slots fry. Shattered premier weapons. Gadget, persze. Harc közben is elvileg akkor tudom javítani a hajómat. Hüdi Hansen, Hüllen Treffelpunkt, nem javítanám, nanobot treffel ilyet verden. Schalte treffel a túlgeschwindigkeit frei.
Most várjál. Ja, ott van, 500-ba kerül. Ja, értem. Ez pedig növeli a kritikus sebzést, ez is 500-ba kerül. Ez megnöveli a pénzmennyiséget, amit felszedünk. Ez is hasznos cucc. És ez micsoda? Verringed a wahrscheinlichkeit, das Schiffssystem ausfahren. Schaltet System Instandsetzung frei. Schiffshülle. Ez a HP, ez növeli a HP-t. Fú, nekem ez is kéne. Kéne minden! Ezért vagyok kíváncsi. Az energia, ez az. Hődi kapacitét. A kapacitás növeli. Hogyha veszek egy ilyet. Energiken. Energia regeneráció most, ez feloldottam, ez isztó. A hődig is vindikálja, mint energia regenerációt. Aha. Tehát ez az energiakapacitás növeli, ez pedig a energia regeneráció sebességét. Fú, ez nagyon kéne. Tudod mit? Minden egyes szín drágább. Ez most már 500-ba kerül. És ez így, úristen. Hát itt bőven kell pénzt szerezzünk, azt hiszem. Legyen még egy HP növelés. Hát a következő szint már 500, és akkor feloldottam Antrieb, Hőszkesvindigkeit. A csúcssebességet növeli. De az nekem most nagyon nem kell. Jelenlegi sebesség az nekem bőven elegendő. 500, 500, 500. Ez is 500, az is... Nem, ez 200. Hogy több pénzt találunk. De legyen a regenerációra is egy HP és pajzs. Ebből a kettőből minél többet. Igen. Marad 177, Várjál már. Igen. Shield boost-a. 5 FF point, Afflatered a shield lesz. Igen, hát a shieldet turbózza fel. Át tudom festeni a hajót. Mikrotranszakció nélkül. Ja, egyébként... Még érdekességképp, ezt a játékot körülbelül 3,3 euróért vettem meg. Volt egy, azt hiszem a Fanatical, vagy melyik hivatalos boltban volt egy csomag, egy 10 eurós csomag, és ott 10 euróért választottam 3 játékot, és a 3 játék közül ez volt az egyik. Ezért, ha átlagot nézünk, ugye egy játékra levetítve 3,3 euró. Úgyhogy annyi szerintem meg bőven megért. Igazából... Ja, az ott... Aha! És... Kedves Codemasters! Most már EA! Látjátok ezt? Lehet forgatni a saját járművet, csak mondom. Grid 4-ben nem lehet. Hát igen, és ez ugye milyen szomorú ér a híres legendás kódiszt ugye az EA megvette. Hát... 30 évnyi függetlenség után a kódiznak vége van. Így is elég jól néz ki, nem? A túl sok él. Picit talán.
Nem, maradjon a fehér. Ez jobban tetszik. Oké. Itt van a statisztika. És feltételezem, hogy később már kapunk új hajót is, vagy gondolom lehet venni majd később, de itt, itt aztán lehet mit még fejleszteni bőven. Igen, ugye itt ide is, hogy ugye a felső kettő sor a pilóta képesség, az alsó kettő már a hajónak a képessége, igen. Oh! Hogy itt még lehet lapozni. Oké. Úristen. Mármint, hogy itt majd lesznek új dolgok. A hajóképességeknél lesznek itt majd, igen, 10 000-nél lehet feloldani. Össze kéne szedni annyit. Itt vannak az adatok. Bocsánat, most ennyit pöcsölök, de ugye most látom először a játékot, meg kell tanulnom, hogy mi micsoda, hol, mit, merre találok. Statisztika, na ott van-e? Itt majd itt lehet összegezni a dolgot. Aha. Runen, was? Baupläne. Jó. Korróziósrakéta. Ja, és itt tudom összerakni a dolgokat, hogyha megvan a megfelelő mennyiségű nyersanyag. Oké. Okay. Jó. Start. Vesz. Itt a nehézségi fokozat. Oké. Okay. Könnyű fokozaton 25%-kal kevesebb pénzt kapunk, normálon alap, és nehéz fokozaton 25%-kal többet. Mivel nem vagyok mazoista, nem választom ki a nehéz fokozatot, de ugyanakkor kell a pénz is. Ó. Ó. Ja. Egyelőre maradjon normál, és hogyha túl sok halálom lesz, akkor lehet, hogy majd átváltok a nyilfokozatra. R, mint start. Normál. És akkor ilyenkor legelőről... Jetzt aber! Diesmal schaffen wir es! Herausfordernom, kihívások, verdiene 5000 credits, oder mehr mit dem selben klón. Most hol a túróban vagyok? Hát ez egy másik... Hát ez egy másik rendszer, másik bolygó. Ott is még egy... Oho... Várja... Olyan gyorsan történik itt a... A C-vel tudom aktiválni a shield boostot. Pulse laser. Gatling. De azért most elvesztettem a másik lézerfegyvert. Azért, mert meghaltam, mi? Oh, God. Hát de... Jaj. Ez érdekes lesz. Megpróbálom kinyírni őket. Mehrere Feinde im Anflug. Es scheint, als wären wir auf eine Outlaw-Basis gestoßen. Plünderer und Banditen aller Art durchstürmen die entmilitarisierte Zone und sie nutzen diese versteckten Strukturen für ihre Operationen. Ich empfehle, dass wir uns nur äußerst vorsichtig nähern. Vielleicht ist es das Risiko ja wert. Nein! Lass mich in Ruhe! Alter! Huhu! Nagyon hevesek itt a harcok. Ez, azt sem tudom, hogy mi történik. Annyira darálnak az ellenfelek. Oké. Okay. Maxon van, ez jó hír nekünk. Time stop credits, az kell nekünk. Mehr credits. És akkor...
680. Jó, így, hogy harcon kívül bármikor el tudom ezeket költeni. Mármint úgy értem a pénzt. Ha jól értem. Reparien. Ugye... Benőtték a resource nanobots, és az most nincs egy se. Ho-ho! Premier weapon. Ja. 680. Várj, ilyenkor... Modul, gadget. Várjál csak. Itt mit tudom? Oké. Shield. Weapon boost. Mert én nem is volt külön pajzs... Weapon boost volt benne a modulnál. Jó, nem, inkább legyen a shield. Shield boost. Látod, 1/3, mert ott vettem egy fejlesztést. De hogy tudok... Repar ilyen. Nanobotokat itt nem tudok. Sternkáta. Na várjál. Most, hogy egy picit nyugodtabb itt a téma. Üzemanyag, jó, az tele van. Ilyen helyeken nem lehet. Hast die Aufmerksamkeit der Feinde auf dich gezogen. Ja. Oh. Hű. Got another one. Energiecellen, az kell. Hui. Lighter rakéta, ó. Shieldbreaker. Várjál már. Véletlen kicserélte? Vagy kicseréltem? Ha nem, mert nekem rakéta kell, ha ne viccelj. Vilámos, az oltadé Shieldbreaker rakéta, Shieldbreaker mendet ver, Alessandr Vilámos, Fesvendong. Aha. Igen, itt kell eldönteni, hogy melyiket választod, hogy inkább a pajzsra mész rá, vagy a karosszériára. Jó, mindegy. Megtartom a könnyű rakétákat. Ez mi? Tech container! Ho-ho! Traktorstrál! Várjál, ez az egy van ebben? Ez micsoda? Ez egy új modul, erhöht die Reichweite deines Schiffes beim Einsammeln von Objekten. Megnöveli a távolságot, amin belül felszedjük a dolgot. Nem, nekem ez nem kell. Úgyhogy recycling. Jó. Ott van még... Kisem mondtam már, itt is vannak. Opa! Sok itt a szikla! Hol vagytok? Alter, was? Hey! Na most...
78. Hogy tudok nanobotokat gyártani? Azt ott len. Hogy tudom ezeket legyártani? Mert nekem nagyon kellene most. Ez mi? Tudok újra... Oké, tudok új rakétákat csinálni. Oké. Oké. Ez kell 3 nanobot. Oké, de azokat hogy gyártam le? Egyelőre nem tudom, hogy hogy tudnám legyártani a dolgokat. És ha csinálok egy ilyen ugrást... Most visszamegyek oda. Nem, most itt vagyok. Igen. Lemegyek a másikhoz. És akkor... Oh. Várját, hogy lehetett... Nem jó? Meg kell nézzem. Hát valahogy a játék elején pedig mutatta, hogy hogy lehet... milyen nevét? Ó, oké. Modul gadget. System. De hogy hoztam elő a képességeket? Ott szerintem ott kell feloldani a nanobotokat, azért nem tudok mit csinálni. Nem tudom, hogy mivel hoztam azt elő? A fejlődés táblázatot, tudjátok. Na, azt nem írja. Itt megint meg fogok dögleni? Hát, mondom én. Oké, hogy a rakéta hamar kinyírja, de hát... Elég sok rakéta fogy így. Abból nincsen sok, ugye? Hátról hagyjak meg. Ez most így... Hát ezt most én nem tudom. Hol voltak azok a fejlődés faz, az... Ahhoz meg kell halljak, ugye? Mert az új pilóta kell, és ahhoz meg kell halni. Na, látod? Itt jön be ez a probléma, hogy milyen egy ostoba elcseszett design ez, hogy a játékosnak meg kell halnia ahhoz, hogy tovább jusson.
Ez ekkora hülyeség szerintem, tehát hogy... Tehát miért kell megbüntetni az a játékost, hogy tovább jussál, hogy... Was empfange ich hier auf dem Kommunikationskanal? Die Okka sind eine Reptilienrasse mit einer Neigung, aggressiv auf Veränderungen zu reagieren. Sie stammen aus diesem Cluster und die Kolonisten sind ungeladene Gäste. Es herrscht großes Misstrauen. Wow! Hey! Nimm! Nimm! Nyugodj már! Nem! Es wird einen Waffenschaden. Das hört sich doch gut an. Hä? Aha, Schilde waren, látod? Ich werde mehr als Glück brauchen, um da rauszukommen. Sitz auf Glück. Ez vicc! Megvagy! Látod, milyen hamar visszatöltötte az ellenség a shieldjét? Miközben nekem nézd, milyen lassan töltődik vissza. Ez érdekes lesz. Na jó, mindegy. Hát most nem fogom tudni megjavítani a hajómat, ugye? Nincsenek nanobotok. És ha jól értelmezem, meg kell halljak ahhoz, hogy most ki tudjam fejleszteni a nanobotokat. Azaz... gyakorlatilag... tehát most ez azt jelenti, mivel a játék jutalmazza a halált, így... Gyakorlatilag az égvilágon semmi értelme annak, hogy a játékos megpróbáljon életben maradni. Nincs értelme! Tehát, hogy... Értitek, hogy mit mondok? Hogyha a játék jutalmazza a halált, hát akkor bekeresem az első ellenfelet, azt megyek öngyilkos akcióra. Tehát, hogy... Soha nem láttam még ilyen játékdizájnt, hogy meg kell halnod ahhoz, hogy egyáltalán legyen esélye tovább jutni. Én nem tudom, hogy mit szívott a fejlesztő, akinek a fejében ez kipattant, ez a hülyeség, de... Na já, érdekes. Ma is tanultam valamit. És az előbb láthattátok, hogy hiába daráltam Gatlinggel, a shieldet nem tudja leszedni. Mert... Azt mondja Gatling... Pedig elvileg le tudja szedni, ott van 40 per szekundum. Shield Shadon 2. Elvileg le tudná ez is, de egyszerűen... Mégsem tudtam leszedni a shieldjét. Miközben a pulzus lézerrel meg le tudtam szedni. Tehát, hogy... Nem tudom, ez most mi volt. De hát akkor... Így nincs értelme harcolnom. Gyűjtődrón. Grady and Brunt Prospects. Dieser gigantische Konzern ist der einzige zugelassene Betrieb in der entmilitarisierten Zone. Seine Monopolstellung hat ihn unkontrolliert wachsen lassen. Du wirst noch öfter auf seine Sprungtore und Sammeldrohnen stoßen. Várja. Ó, oh, az ott a... Nem bántasz, ugye? Ott! Nézd, mi van ott!
Du hast Rohstoffe abgebaut. Diese sind unverzichtbar zum Bau und Verbessern von Ausrüstung. Wir werden aber noch viel mehr benötigen. Du hast genügend Ressourcen gesammelt, um etwas bauen zu können. Geh ins Ausrüstungsmenü und schau nach, welche Ausrüstungsgegenstände modifiziert oder komplett neu gebaut werden können. Prinz! Armin Erz. Hogy ki lehet juggatni a nyersanyagos sziklákat, látod? Egyébként a játék az Nvidia Physics, a fizikai motort használja. Itt ennél a sziklánál ki is használták. Nem minden sziklát lehet. Látod? Itt nem történik semmi. Ajaj. Most jelzi a játék, hogy valamilyen ellenfél készül ideugrani, azaz mindjárt csatában leszünk, de hát úgyis meg fogok ott dögleni. Secondary Waffle, na tudok újat építeni, könnyű rakéta. Egy darab. Mi a különbség a kettő között? Úgyis meg fogok halni. Olyan? Wow! Not bad. Hányan jönnek ezek? Feinde in Reichweite. Ach, wirklich? Einige Orca sind gerade hereingesprungen. Ich rate dazu, ihnen aus dem Weg zu gehen. Ich soll vor einem Kampf fliehen? Du entscheidest. Aber wenn du erkennst, wann man sich zurückziehen sollte, kommen wir vielleicht früher an. Wir haben Gesellschaft. Mist! Hagyjál! Meghalok! Credits 1300, Dava 12. Aha, látod, itt van vissza a hangárba, gyűjtöttem 1311 pénzt, és most... Ezt kerestem. Igen. Jó, tehát meg kell halljak ahhoz, hogy tudjak fejlesztést venni. Hát én ilyen elcseszett game design-t még nem láttam életemben. Na jó, mindegy. Nanobotok kellenek. Viszont ugye most megint itt jön be az, hogy miért javítsom a hajóm, amikor meg kell halnom ahhoz, hogy tudjak fejlesztést venni. Hát akkor nincs értelme megjavítanom. Habár mondjuk, habár több pénzt tudnék összeszedni esetleg. Hát ez, nem tudom, elég fura, gyakorlatilag pár másodperc alatt szétszednek. Nanobotok. Pff, hú, nem tudom. Ez nem kell. Vagy több pénz. Mondjuk az is... Az is jó. Emeljem tovább a HP-mat, de hát... Mindegy... Oldjuk ezt fel. Tudjunk nanobotokat csinálni. A sebesség.
De úgyis csak, bár lehet mondjuk előfordul, hogy harc közben kell javítani, akkor meg jól jön a javítási sebesség növelése. 700... Mennyi van még? 800 pénzem van. Energiakapacitás... És több pénz. Legyen ez. Ez micsoda? A Shiny Kite, és Sprungit... Aha. Aha. Tehát megnöveli annak az esélyét, hogy... nem elegendő üzemanyaggal tudják csinálni egy ugrást. Hogy sérülés nélkül megúszd. Tehát ezek szerint, hogyha... üzemanyag nélkül... ugrasz, akkor valószínűleg sérül a hajó. Jó. Aha, és a plusz ilyen jelző, melyiket lehet fejleszteni. És ez? Oké. Tovább növelem a HP-mat. Ez a Vitalon. Ő kiegészítőket is lesz az a fegyverekhez. Hajj! Most... nem szereztem több szint. És ahhoz mi kell? Hogy tudom ezeket feloldani? Na jó. Akkor... tudod mit? Próbálj meg a könnyű fokozatot. Ez... A normál, ez elmebeteg, tehát... Dieses Mal schaffe ich es. Ich glaube, das hast du letztes Mal auch gesagt. Itt vannak pénzjutalmak, pénzbónuszok, hogyha egy bizonyos feladatot megcsinálsz. House System Transport. Kristál. Ennek a belsejében lenne a... itt van valahogy egy kristály. Tehát amiből ki lehet nyerni nyersanyagot, azt így szét lehet szedni. Csak azon van úgymond fizika, ilyen szempontból. Látod? Ezeket szét lehet szedni. Csak a nyersanyagos dolgokat. De ez így jó, hogy messziről mutatja, hogy melyik a nyersanyag. Cucc. Nem? Nem ugrunk? Az mi? De rosszul mondtam, mert a... bal felül a kék az a pajzs, nem az energia. Az energia, az középen van a célkeresztnél, alul.
A zöld. Meinst du, dieser Frachter hat etwas Wertvolles an Bord? Wahrscheinlich, aber ich rate nicht dazu, denn es könnte ungewollte Aufmerksamkeit erregen. Nem akarom őket megtámadni, hogyha nem muszáj. Hová? Hát az, hogy szét lesz szedni. Oké, okay. Mit kell ezzel csináljak? Guten Tag! Leichte Jäger. És most mit csináljak vele? Csak megtámadni tudom? Nem szívesen támadom meg. De más lehetőségem szerintem viszont nincs. Van még valahol nyersanyag... szikla. Aszteroid. Nope. Most támadjam meg? Na jó. Mert ugye nincs semmilyen interakció, tehát hogy... mit tudom én, beszélgetés, használat, ilyesmi. Szerintem csak támadni tudok. Látod, azért célkereszt is pirosan jelzi, hogy gyakorlatilag csak támadni tudok. Das war nicht so schlau. War dir nicht klar, dass alle Einheiten in der Nähe feindlich werden, die du dem Reiter angreifen? Das merke ich jetzt auch, danke. Aussagen von Container. Schwierige Felder, dass die Angriffe gemeldet werden, wodurch alle Einheiten im aktuellen Gebiet zu feind werden. Müssen irgendwie keine weiteren Angriffe gemeldet. Hat er. Was das mal mit ihm mehr Mühschor? Hast du hier eine Welt romlani fog, hogyha megtámadod ezeket. Nem volt semmilyen más választási lehetőségem. Csak támadni tudtam, hát nem tudtam velük beszélgetni, vagy ilyesmi. Tut mir leid, ich hatte keine Wahl. Nem értem én ezt a játékot. Mert hogy most én fordítottam őket magam ellen, hát én ezt értem, de hát nem volt más lehetőségem. A játék meg most azt akarna nekem bemesélni, hogy volt más lehetőségem. Nem volt. Most hol az a hajó, amit védtek? Hé? Lehet, hogy az ugrott, csinált egy hiperűrugrást? Hát eltűnt. Ilyet. És most már tudok nanobotokat csinálni amúgy? Itt még mindig... Vagy nincs hozzá nyersanyag, ha? Vagy nem tudom.
Dieses Ausmaß der Zerstörung ist atemberaubend. Die Kämpfe ließen erst nach, als alle Ressourcen erschöpft waren, was beide Seiten an den Verhandlungstisch gezwungen hat. Die entmilitarisierte Zone wurde als Pufferzone geschaffen und steht unter Aufsicht der Ocker. Nur die Zeit wird das Zerwürfnis zwischen den Spezies heilen. Plasmafeld, Plasmafelhő. De jó, olyan még több ellenség. Dein Schiff sammelt Plasma automatisch, wenn es in deiner Nähe ist. Wie praktisch. Oh, oh. Plasma vollständig eingesammelt. Itt fognak jönni valahol a... Ott is vannak. Csak... Na! Aha! Fair! Lebensmittel wurde beschädigt und dir geht der Sauerstoff aus. Den Schaden kannst du im Reparaturmenü beheben. Wenn du die dafür benötigte Ressource nicht an Bord hast, versuche sie zu finden, bevor es zu spät ist. Aha. Az igen. Tehát megsérült a életfenntartó rendszer a hajón. És sürgősen meg kell javítani, hogyha nincs a fedélzeten kellő nyersanyag a javításhoz, akkor sürgősen keres, mielőtt késő. Nyilván pár másodperc alatt összeszedem az összes nyersanyagot. Uh-huh. Jó volt, akkor ma én meg fogok halni. Ez a könnyű fokozat. Látjátok, mennyi ellenfél van? Kemény 164 dolcsi sikerült összeszednem. Az igen. És megint nem tudtam nanobotokat csinálni. De mindegy, igazából az nem azt nem szoroz, tehát itt ez szerintem ez nonsens. Ez a játék, ez totál nonsens. Gyakorlatilag már a tutoriában iszonyatosan bünteti a játékost. Tehát ez, ha azt mondom, hogy kicseszettől nehéz, akkor legfinomabban fogalmazok. Tehát ez... Könnyű fokozaton én úgy érzem játékosként, hogy abszolút semmi esélyem. És ez, nem tudom, az én szemben ez csak mazuristáknak való ez a játék, ez... Nem tudom, hogy van-e értelme ezt továbbvinni, szerintem amúgy nincs. Tehát... Annak az esélye, hogy egy harcot túlélek, nem, alapból nem nagy. És most láttátok mi volt, rám küldött több mint egy tucat, legalább egy tucat ellenfelet. A legkisebb esélyem sem volt. Semmi, nukunyista. Főleg, hogy ugye kilőtték a oxigénellátást. Ez is már milyen műsor, hogy... Darálnak, mint az állat. Ja, kilőven az oxigénellátást, aztán szavasz. Nem. Úgyhogy... Szerintem ennyi,
Ennyi volt ez a játék részemről. Hogyha nagyon-nagyon szeretnétek folytatást, akkor ezt jelezzétek kommentben. Nem tervezem folytatni, de ha szeretnétek, akkor még kínzom magam vele egy picit. Bár nem vagyok mazoista jellegű. De ez a játék, ez borzalom. Technikailag hibátlan. Nem hibátlan, mert csak akkor lenne az, hogyha elmenteni a beállításokat. De... Igen. De ez így, hogy könnyű fokozaton gyakorlatilag nem tudok hozzászólni a játékhoz. Tehát pár másodperc alatt szétdarálnak. Ez így nem. Meg az alap koncepció, az alap game design sem tetszik nekem, hogy gyakorlatilag meg kell halnod ahhoz, hogy fejlesztesd a pilótát, meg a klónodat, meg a hajódat, hogy azt fejlesztesd, meg kell azt halni. Hát ez egy ilyen elmebeteg ötlettel én még nem találkoztam, ez borzalmas. Én említettem, a Starlinkhez fogom hasonlítani. Hát az én szemem a Starlink a 100 000 milliárdszor jobb játék, mint ez. De hát, ja, más hogy vagyunk összerakva. Kár, mert tényleg tök jó az irányítás, nagyon szépen fut. De ezzel az ostoba game design-nal szerintem nagyon-nagyon elrontották. Ez a játék számomra inkább csak frusztráló, mint szórakoztató. Úgyhogy ez a legfőbb oka, hogy én ezt szerintem nem fogom folytatni. De ha tetszett a szenvedésem, akkor nyomj a lájkot, és találkozunk másik játékban. Pápám!